Továbbra sem kapott zöldet a Rimaszombati Futballakadémia. Rimaszombatban a Futballakadémia létrehozása a Miskolci Borsod Sport Invest Kft. Hathatós együttműködésével nemzetiségi kérdésbe csapott át már egy ideje. Évszázados sérelmek, szlovák gyerekek elmagyarosítása is azok között, a mondva csinált okok között szerepel, amik lassítják az egyedülálló beruházás megkezdését. A tegnapi rendkívüli képviselő testületi ülés, amelynek egyetlen pontja éppen a Futballakadémia jóváhagyása volt, ismét döntés nélkül ért véget. Parázsvita alakult ki a város vezetése részéről, akik az elmúlt napokban Budapesten a Magyar Labdarúgó Szövetségnél is jártak, azzal a céllal, hogy garanciát kapjanak az akadémia biztos felépítéséről. Magyarország kormánya hozott egy A magyarországi Diósgyőr stratégiai igazgatója biztosította a jelenlévő városi képviselőket, amennyiben megállapodás születik a két fél részéről, az anyagi feltételek garantálva vannak. Több városi honatja is azon a véleményen van, hogy az Idestova egy éve húzódó tárgyalásoknak már rég be kellett volna fejeződnie, bár vannak, akik nemzetiségi kérdést is kovácsoltak az elmúlt ülésen is a nagylelkű felajánlásból. Vannak még viszont olyan dolgok, amit egy picit csiszolni kell. A szerződésre gondolok, és valójában, hogyha megköttetik, mint ahogy a Szabó úr is említette, a szerződés, akkor utat kapunk arra, hogy megvalósuljon Rimaszombatban a Futballakadémia. És úgy gondolom, hogy ez mindenképpen szükséges lenne, hogy minél több gyereknek tudnánk biztosítani a sportolási lehetőséget. Az a pénzösszeg, amiről tegnap meggyőződtem, hogy tényleg komoly a magyar kormány szándéka, és a Diósgyőri Borsod Invest szándéka is, hogy itt ruházza be ezt a pénzt Rimaszombatba. Ezt alátámasztotta Varga úr, aki a Magyar Labdarúgó Szövetség egyik megbízottja, aki pont ezzel a rimaszombati és a Diósgyőri beruházással van megbízva. Mint magyar képviselő természetesen maximálisan támogatjuk ezt a beruházást, csak sajnos mind a városvezetésről, mind más képviselők részéről nincs még ez egy megfelelő politikai akarat erre. És sajnos egy újabb húzódás megy végben, és egy újabb két hét múlva összevendő rendkívüli gyűlés várható. Én engem elszomorít az, hogy ennyire kicsinyesen állnak hozzá egyesek ahhoz, hogy valójában a magyar fél akar ide 4,8 millió eurót beruházni, nem mi csak a telket adjuk és a régi stadiont. Ezért sokkal nagyobb vonalnak és sokkal rugalmasabbnak kéne hozzáállni a dologhoz, és nem folyamatosan megkérdőjelezgetni azt, hogy most a másik félnek a szándékai valósak-e vagy valótlan. A rimaszombati városvezetés már több alkalommal személyesen is találkozott a diósgyőriekkel. A tárgyalások lefolytatásával pedig Miroslav Bitalát, a rimaszombati városi labdarúgóklub ügyvezetőjét bízta meg. A szerződés tervezet egyelőre nem kerül nyilvánosság elé. A városvezetés sem kommentált a kérdésünkre, hogy melyek azok a pontok, amelyek elfogadhatatlanok Rimaszombat számára. Ígéret azonban született. A két fél az elkövetkező két hétben újra összeül, és változtatnak a már meglévő feltételeken. Maga a projekt az körülbelül 4 millió euróból fog megvalósulni, és gyakorlatilag ez a rimaszombati labdarúgás infrastruktúrájának, a labdarúgó akadémia infrastruktúrájának a teljes megújítása, tehát öltözőépület fog épülni, pályák fognak épülni, tehát egy 21. századi nagyon kulturált környezetbe tudnak majd az itteni gyerekek sportolni. Ma született egy olyan pozitív döntés az önkormányzat részéről, ami lehetővé teszi, hogy most már le is zárjuk ezeket a tárgyalásokat. Môj názor je taký, ja som nieže názor, môj presvedčenie je také, že Mestská futbalakadémia určite tu bude. Možno, že treba pár detailov dotiahnuť, ktoré sú rozporné, ale samozrejme, že aj mesto si chráni svoje pozemky a chce mať všetko čisté. Takisto chce mať všetko čisté aj druhá strana. Je to prvá takáto medzinárodná vec v spolupráce v forme športových klubov v meste Rimavská Sobota. Preto je to možné, že ešte tá dohoda sa tak naťahuje. Az egész komplexum az eredeti tervek alapján 2019 végéig készülne el. Az akadémia kiemelt figyelemben részesítené az 5 és 19 éves korosztályt. Célja a fiatal játékosok kinevelése és szerepeltetése majd a felnőtt csapatokban. Július 25-én ismét rendkívüli testületi ülés lesz Rimaszombatban, ahol a hosszas húzavonát követően remélhetőleg döntés is születik a Foci Akadémia ügyében.
Ami biztosra vehető, hogy a lakosság és a sportot kedvelők körében, legyenek azok magyar vagy szlovák ajkúak, örülnek a tervnek, hiszen Gömörben minden egyes beruházásra szükség van.